melegebb éghajlatra, vagy a csudába küldte a Demokratikus Koalíció Schiffer András, hogy nem a csuda kifejezést használta, hanem pontokat tett, de hogy mi járhatott a fejébe, azt én sem mondhatom el egy televízió műsorban. Itt van már Schiffer András, az LMP társelnöke. Jó estét kívánok! Engem is meglettek Őrsi Mátyás szavai, tehát nagyon nagy nézetkülönbség nem lesz közöttünk. Az, hogy miért így reagált, az már talán érdekesebb kérdés. Előtte azonban röviden visszaidéznénk, hogy mi is zajlott le itt tegnap este. Nézzük! Az ország joggal felszészen arra, amikor azt hallják, hogy rom a bűnözés. Én azt gondolom, hogy egy rendőrkapitánynak vannak személyes tapasztalatai. És tőlem sokan kérdezték, hogy honnan tudja a rendőrkapitány, hogy valaki roma vagy nem roma. Nem is tudhatja, hogy hivatalosan gondolja ön. Én rákérdeztünk Pásztor Albertnél, hogy mi a történet. És azt mondja, hogy ő nem beszélt ezekkel az emberekkel, ő jegyzőkönyveket olvasta végig, amit a helyettes elirakott. Az összes vallomás azzal kezdődik, hogy roma vagyok. Az összes ezzel kezdődik, amivel találkozott. De ez a magyar jogrendszerben bármire felmentés, vagy könnyítés? Ne értsen félre, ilyet a magyar állam képviselője nem mondhat. Mert hogy nem tehet különbséget elkövető és elkövető között. Most csak arról beszélünk, hogy roma bűnözés van-e. Sajnos ilyen statisztikailag létezik, és mögötte igen súlyos szociális tragédiák vannak, de még egyszer, ő ilyet nem mondhat, és ezt most már érti. Szóval ugye, itt is több minden elhangzott. Mi az, ami pontosan felbőszítette önt? Hát szinte menjünk sorba. Tehát egyrészt magában az egész okfejtés rendkívül zavaros és cinikus. Tehát egyik pillanatban az SZDSZ volt frakcióvezetője, ugye azt mondja nagyon helyesen, hogy ilyet állami vezető nem mondhat, mármint hogy nem beszélhet cigánybűnözésről, roma bűnözésről, ami rendkívül álszent egyébként Őrsi Mátyás szájából. Majd a következő mondatában ő maga, mint egy közszereplő, mint egy ilyen félparlamenti pártnak a valakije, maga veszi szájára, és ismeri azt el, ha egyáltalán ez valami elismerhető izé lenne, hogy van szerinte úgymond roma bűnözés. Ne szórakozzunk már. Szóval szerintem őszintén kéne beszélni, akkor nem kéne játszani az eszüket, meg nem kéne polkorrektségből oktatni másokat, ha egyébként maguk is úgy gondolják, hogy helye van annak, szerintem nincs helye, és ez az oka egyébként amúgy a kiakadásnak, hogy rákérdezett, nincs helye annak, hogy közszereplők egyébként egy társadalomban megbélyegezzenek polgártársakat, ártatlan embereket. Őszintén hiszi azt, hogy Őrsi szélsőséges, cinikus módon kirekesztő roma ellenes? Tehát a lelke miért tényleg ezt gondolja róla? De hogy is. Hát DK politikusainak nincsenek meggyőződés, ennek a pártnak nincsen meggyőződés, és egyáltalán a Gyurcsány bajnai brigádokat pontosan úgy ismertük meg az elmúlt években, semmilyen ideológiai hátországuk nincsen. Hát Őrsi Mátyás egy liberális pártnak volt a vezetője, liberális internacionáléban, témferget, mások konzervatívok voltak a megelőző évtizedekben, most meg egy olyan párt vezetője, amelyik a szocialisták közé ül be. Dehogy is, nincsenek neki különösebb politikai. Mond, az azt jelenti, hogy egy ilyen cinikus szélkakas, tehát komolyan el tudja képzelni, hogy Őrsi akár a Jobbikba is beülhet. Dehogy is, hát nem, nyilván nem erről van szó, hát onnan mindenféle egyéb azért ízlésbeli okok gondolom távol tartják, de az, hogy a politikai sikere, hatalom kedvéért bármire képesek, ezt az ábra oldal már bemutatta az elmúlt 25 évben, nincs olyan nap alatt. Meg kell nézni, hogy akkor, amikor Pásztor Albert az ominózus kijelentést tette, kik voltak azok, akik a leghangosabban követelték az eltávolítását, kik voltak azok, akik polkorrektségből rögtön leckét tartottak az egész magyar társadalomnak, jó részt azok, akik ma ott vannak a DK-ban vagy a DK mögött. Na, ebből van aztán az embernek végtelen elege. Tehát én megértem azoknak az elkeseredettségét, és itt nem Őrsi Mátyásról, meg Gyurcsány Ferencről beszélek, akik ma a többek között az álbaloldali kormányok által egymás nyomorába zárt romák és nem romák lakta falvakban élnek. Megértem azoknak a végtelen elkeseredettségét, akik mindennapi szinten rettegnek a bűnözéstől. És pontosan látják azt, hogy közbiztonsági válsághelyzet van jó néhány vidéki településen, és bizony vannak családok, akik bűnözésre rendezkedtek be. De ezt összefüggésbe hozni bárkinek is a származásával, egyrészt ez aljasság, másrészt pedig azt gondolom, hogy pusztán politikai haszonszerzésre felhasználni.
embereknek a, egyébként a nyomorból, a kiszolgáltatottságból eredő elkeseredettségét, ez nem csak akkor alávaló dolog, hogyha egy szélsőjobboldali párt csinálja. Miért nem adjuk meg azt a sanszot Őrsi Mátyásnak, amit egyébként ő is mondott, hogy Magyarország legnagyobb, azt akartam mondani, hogy mindenkinek vannak rossz mondatai, ő ezzel mentette Pásztor Albertet. Tehát Schiffer András demokrata. Miért nem mondhatjuk azt, hogy ezek voltak Őrsi Mátyás rossz mondatai? Ugyan, én már a demokrata jelzőt nem merem magamra használni, mert én már megbántani ezzel. Elmúlt hónapokban megtanultam, hogy a demokraták azok csak a Gyurcsányisták és a Bajnaisták lehetnek ebben az országban, tehát én ezt a jelzőt most ebben a pillanatban nem venném magamra. Értem már, miről van szó. Jó, tehát hogy ezt a sanszot nem lehet neki megadni. Volt rossz mondata, több rossz mondata. Pásztor Albertnek is volt rossz mondata, ezt is önmagában ezeket persze mind lehet relativizálni. A probléma az, hogy mióta ezt a nagyszerű rendőrfőkapitányt megtalálták, mint az Ábaloldal aktuális megváltóját Miskolcon, aki le fogja győzni a Csúf Kriza Ákost, azóta tessék megnézni, hogy a különböző ábaloldali politikusok, meg főleg ilyen Facebook kommentelők mit engednek meg maguknak. Hogyha valaki megnézi azt, hogy különböző DK szimpatizánsok milyen bejegyzéseket tesznek, miután ez a pásztor ügy kipattant. És utána megnézi azt, hogy a Kurucinfón milyen megjegyzések vannak, olyan nagyon nagy különbséget nem lát. Ugye konzekvensen az álbaloldal kifejezést használja. Mit ért ez alatt, hogy álbaloldal? Hát, én azt a, hogy mondjam, történeti, szociológiai tényt írom le, hogy a kommunista rendszer bukása után Kelet-Közép-Európában, tehát a posztkommunista országokban egy történelmi tévedésből kifolyólag baloldalnak nevezték el azt az oldalt, amelyik egyébként a nomenklatúra burzsuázia, tehát magyarul a rendszerváltás nyerteseinek a politikai képviseletét vállalta föl, többek között a külföldi tőkének a képviseletét. Ez a politikai érdekkör, ezek a politikai erők nagyban felelősek azért, hogy Magyarországnak a kiszolgáltatottsága, függősége erősödött. Én azt gondolom, hogy nem lehet baloldal egy olyan politikai erő, amelyik a globális versenyben, a globális kapitalizmusban egy országnak a kiszolgáltatottságát erősíti a politikájával. Nem lehet baloldali egy olyan párt, egy olyan kormány, amelyik a megszorításokban éli ki magát, miközben az államadósságot növeli. Ezt gondolom. Lát egyébként valódi baloldal, az önfogalmai szerint valódi baloldali erőt Magyarországon? Én azt látom, hogy magyar, és ez nem magyar jelenség. Tehát egyáltalán Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában ezek a fogalmak végletesen ki lettek forgatva eredeti jelentésükből. Tehát mi ezért mondjuk azt, hogy mi nem bal vagy nem jobb oldalt, hanem elől vagyunk, ahogy a német zöldek annak idején a 80-as évek elején, mert egész egyszerűen olyan szinten telítődtek 20. századi sérelmekkel, traumákkal ezek a fogalmak, hogy azt gondolom, hogy az aktuál politikában ezeket használni teljesen tökéletesen félrevezető. Értelmetlen. Ugye azt mondta Őrsi egyebek sok minden más mellett, hogy Magyarország legnagyobb problémája az a kisebbség kérdés ebben a pillanatban, akik emiatt aggódnak, azokat én tökéletesen megértem. Nem az, kisebb, hogy... tehát itt akkor bocsánat, itt álljunk meg egy szóra. Uh-huh. Szóval itt van megint egy óriási ideológiai világnézeti szakadék köztünk, ami persze számomra nem meglepetés. Tehát itt nem egy kisebb, pontosan erről van szó, ez megint a bújtatott nyelvezet, vagy hogy ez nem többségi vagy nem kisebbségi kérdés. Ez nyomornak a kérdése. Annak a nyomornak a kérdése, amiért nagy mértékben felelős a valaha Őrsi Mátyás által is vezetett Szabad Demokraták Szövetsége. Ezzel kéne végre szembenézni, hogy az a gazdaságpolitika, amit Kóka János fémjelzett, amelyik ezeket a kis településeket, ahol a nyomor tényleg, a nyomorból kise látszanak az emberek, 80-90%-os munkanélküliség van mondjuk Gömörben vagy Borsodban, és ezeket a falvakat ez a kókaféle közlekedéspolitika levette az ország infrastruktúrájáról. De meg kéne nézni, hogy akkor, amikor Őrsi Mátyás kormánypárti frakcióvezető volt, hány kisiskolát, hány kispostát zártak be ezeken a településeken. És egyáltalán az elmúlt 25 év gazdaságpolitikai, amiben egyformán tettestás az úgynevezett jobboldal és az álbaloldal, az mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy az ország jelentékeny részei szinte a kilátástalanságba süllyedjenek. Az a kudarcos felzárkóztatási politika, amelyik összeszerelő üzemmé varázsolta ezt az országot, a külföldi tőkét hozta ide néhány autópálya tengelyére, de cserben hagyta mondjuk Belső Somogyot, Délbékést, Abaújt vagy Bereget. Ez a kudarcos felzárkóztatási politika az, ami felelős ezért a nyomorért. Itt nem kisebbségi kérdés van, itt szegénység kérdés van, nyomor van, kilátástalanság van, és van egy kudarcot vallott felzárkózási pálya, amiért egyetemlegesen felelős a Fidesz és az álbaloldal.
Két kérdés van. Az egyik az, hogy van-e megoldási javaslat, de a másik, ami engem érdekelne, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben nehéz lenne önnel vitatkozni. De én nem emlékszem arra, hogy láttam Schiffer Andrást ilyen indulatosan beszélni, például Érpataki mintáról, ami azért MSZP-SZDSZ kormányok idején nem volt. Tehát, hogy azt látom, hogy az elmúlt évben nem, hogy nem javult a helyzet, de hogyha lehet, akkor omlott. Hát akkor én azt javaslom önnek, most lehet, hogy pont Érpatak ügyében nem, de tessék megnézni azt, hogy például a Gyöngyöspatai Vizsgálóbizottsági Határozati Javaslat vitájában történetesen én képviseltem az NMP álláspontját. Én azt gondolom, hogy eléggé szenvedélyesen érveltem. Igen, erre emlékszem. És az nem az én, az, hogy mondjam, csak nem felruható nekünk, hogy természetesen azt is olyan éjszakai sávra tették, amikor már mondjuk viszonylag kis érdeklődés van, és egyáltalán amikor ez az egész történet ott kulminálódott Gyöngyöspata körül, én azt gondolom, hogy elég világosan letettem személyesen is a garasra mellett, hogy nincs helye annak, hogy embereket származásuk miatt megfélemlítenek. Ebben én azt gondolom, hogy ha valaki, akkor én azt gondolom, hogy folyamatosan világosan fogalmaztam. Kétségtelen, hogy lehet, hogy nem ekkora vehemenciával. De azt gondolom, hogy én voltam az egyetlen parlamenti képviselő a megelőző 4 évben, aki minden egyes esetben, amikor cigánybűnözőzés volt, vagy egyéb ilyen, hogy mondjam, áthallásos, szalonrasszista kifejezések elhangoztak, én folyamatosan szót kértem. Kétségtelen nem kezdtem el nácizni, fasisztázni. Ami, hogy mondjam, ehhez képest indulattöbletet jelent, az az, hogy meg lehet azt következmények nélkül csinálni egy ország, hogy egyébként nem hiszem, hogy azok, akik a megelőző években folyamatosan leckét tartottak nekem is személy szerint, vagy nekünk LMP-seknek, polkorrektségből, most a jobb oldalról nem beszélve. Azok úgy gondolják, hogy ha most a forgandó szerencse úgy kívánja, akkor teszünk egy gesztus szélső jobb oldalra. Ezt meg lehet következmények nélkül. Hol van a DK-nak a politikai haszna abban, hogy ezt elmondták, most így beszél? Elmondták, hogy hol van a politikai haszna, hogy Miskolcot ők szeretnék elvinni. Én ezt értem. Csak éppen azt is értem, hogy az elmúlt negyed század politikai elitje egyetlen egy dologban közös, és gyakorlatilag ebben kiismerül minden mondani valójuk, hogy az éppen aktuális választásra hogyan lehet úgy matekolni, hogy a hatalmi konc meglegyen. Minden szövetségi politikát, minden egyebet ennek rendelnek alá. Ezt látjuk itt Budapesten is. Tehát nézze, engem hívogatnak, meg hetek óta kopogtatnak a virtuális ajtómon vagy ajtónkon, hogy fogjunk össze. Egy büdös szót nem hallottam arról, hogy ezek a hölgyek, urak ugyan mit kívánnak tenni egy-egy kerülettel, vagy Budapesttel, vagy egy-egy nagyvárossal. Mert itt nem ez a lényeg. Mint hogy Pásztor Albert esetében sem az a lényeg, hogy lenne valami program, lenne valami vízió a fejükben. Nem volt vízió a 90-es években sem ezeknek az embereknek a fejében, hogy az országgal mit akarnak csinálni. Egy dologban biztosak, hatalom kell. Ez viszont nem a mi klubunk, hogy finoman fogalmazzak. Az indulatait érteni vagy élem talán a mértéke egy kicsit meglepő. Azt írja a Facebookon, hogy a DK-s troll kommandó és értelmiségi idézőjelbe támogatóik minduntalan rám támadtak, mert szóba állok jobbikosokkal, sőt fontosnak is tartom, hogy szóba álljak velük. Ebben a részében azért volt valami személyes értettség, jól érzem? Ez nem személyes, hát itt nem pusztán az én személyemről volt szó, itt szó volt az LMP-ről, és szó volt nagyon sok olyan emberről, aki lehet, hogy LMP-s, lehet, hogy nem, de a nyilvános térben, gondolok itt például Puzsér Róbertre vagy másokra, hogy mondjam, nem feltétlenül abból a kottából játszottak, amit ez a polkorrekt DK-s társaság elvárt. És folyamatosan, mondom, nem csak LMP-sek, különböző közszereplők, egyszerű emberek folyamatosan megkapták a ledorongolást, hogy hogy illik viselkedni, hogy nem. Kivel illik leülni, vitatkozni, kivel nem. Mert ők abban a helyzetben vannak, úgy gondolják, hogy ők ezt előírhatják ebben az országban bárkinek. Most az a szomorú hírem, hogy nem írhatják elő, hál' Istennek, senkinek. És én azt gondolom, hogy kibújt a szög a zsákból, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ezeknek a politikai csoportoknak nincsenek elveik, nincsenek értékeik, érdekeik vannak. És ez szerintem most a napnál világosabb, álszentek azok a tolerancia kampányok és azok a hisztériák, amiket itt az elmúlt években folytattak. Hátralevő körülbelül egy perc kevés lesz ehhez, de tényleg nagyon érdekelne, hogy mit lehet kezdeni. Tehát azt elmondta, hogy jobb oldal és bal oldal nem tudott mit kezdeni ennek az országnak a szegényeivel, és nem többségi és kisebbségi kérdés a bűnözés, hanem szegénységi kérdés.
ezt egyébként szakemberek tökéletesen osztják. Itt volt Kozák Ákos egy héttel ezelőtt, a GFK-nak készült egy felmérés a Magyarországon, körülbelül a lakosság negyede, tehát mondjuk azt, hogy 2,5 millió ember nem leszakadó, hanem már leszakadt egy most készült felmérés szerint. Irgalmatlan pénz, tehát a világpénze nem elég ahhoz, hogy ezeket az embereket a mély szegénységből felhozzák. Mi a csodát lehet kezdeni? Röviden, leginkább azt lehet, és ezt tartalmaz az LMP Megújuló Magyarország program, illetve az a zöld munkahelyteremtési program, amit januárban nyilvánosságra hoztunk, hogy a teljesen zsákutcás és értelmetlen közmunkaprogramra szánt költségvetésnek egy jelentékeny részét egyébként munkaerőpiaci szolgáltatásokra, az átképzésre, felnőttképzésre kellene fordítani, egyebekben pedig a fejlesztési forrásokat, például most ugye 500 milliárdot odaadtak azt hiszem az Audinak, ezeket a pénzeket a helyi gazdaság fejlesztésére, szövetkezetek életrekeltésére, életresegítésére, illetve a hazai kis- és középvállalkozások azon belül is az egyébként elvándorló, külföldre menekülő fiatalokban meglévő kreativitásból kiépülő startup vállalkozások segítésére kellene fordítani. Ez két külön világ. Ez a kormány, meg a megelőző kormányok azt gondolták, hogy Magyarország akkor fog felvirágozni, hogyha a multiknak adnak támogatásokat. Mi meg azt látjuk, hogy ez a politika, ez kudarcot vallott. A nyílt munkaerőpiacon nincs több álláshely, nem az elmúlt 4 évben, az elmúlt 10 évben gyakorlatilag nincsen, van egy elhúzódó foglalkoztatási krízis. A nyomornak, a nyomorból fakadó bűnözésnek pedig az az oka, hogy sok helyen most már a 3. generáció az, amelyik belenő, beleszületik a munkanélküliségbe. Nem tévedek, amikor azt mondom, hogy nem csökkent önben az indulat ahhoz képest, amikor ezt a posztot felraktam. Nézd, nem járok indulatmérő méterrel, vagy mivel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Rövid szünet után folytatjuk, itt lesz Hiszékeny Dezső, Bokros Lajos és az érpataki polgármester kihívója. Tartsanak velünk a folytatásban is.